Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmes jóslás. Mik a gondolatai? Mi foglalkoztatja őt? Mi a terve? Hogy érzi magát? Mi következik a közeli jövőben? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. A te jelenlegi helyzetedre itt ez a kártya utal. A háttérben ott van ez a férfi, mert gondolsz rá, és szereted őt, hiszen itt szerelemről van szó. De ez a férfi is tekint az irányodba, vagy figyel téged. És mi az ő jelenlegi helyzete? Erre utal most itt ez a kártya. Ő lépésről lépésre emelkedik. Erre utal ez a létra, tehát el akarja érni a céljait. Itt kialakít valamit a környezetében. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy rendezi a dolgait. És mi a terve? Itt a kettes szám utal egy párkapcsolatra, te és ő. És ahogy a képen látható, ő szeretne veled találkozni. De visszahúzódó, nem beszél erről, és arra vár, hogy te cselekedj itt. Persze ezt a képet nem kell szó szerint venni, hanem ennek van egy szimbolikus jelentése is, arra vár, hogy te légy aktív. És mit érez irántad? Itt ezen a képen látható egy királynő, az ő szívében és lelkében te vagy ez a királynő. És te uralkodsz a tűz eleme felett. Megvan a bátorságod, az életerőd, lelkesít valami, és itt lesz egy testi kapcsolat is. A háttérben ez a sárkány szimbolizálja a félelmeket. Te itt győzni fogsz, mert átteszed magad a félelmeken és a bizonytalanságokon. És ahogy ő szeretni, itt hamarosan kialakul valami. És mi vár rád a közeljövőben? Erre utal itt ez a kártya. Ahogy a képen látható, te kapsz egy levelet, kapsz egy hírt. De ez a levél utalhat egy dokumentumra, vagy egy szerződésre is. Itt az otthonodról, a környezetedről van szó. Ez lehet egy költözködés, vagy azt is jelentheti ez a levél, hogy ő szeretne téged meglátogatni az otthonodban. Vagy tervez valamit, és ez lenne egy közös otthon. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!